amint egy 4 évtizede épült labdarúgó központ az elmúlt évek során használhatatlanná vált, ami a csapat munkáját nagyban nehezítette. Olyan állapotban volt, hogy szinte már használhatatlan volt. Lehet azt mondani, hogy az épületek ketté voltak törve. A nem szakszerű kivitelezésnek köszönhetőek volt itten a csőtöréstől kezdve, a padlótörésen átfélve az alapoknak a megrongálódásától is. Úgyhogy most komoly beruházáson, komoly szakértői munkán esett át az épület ahhoz, hogy ilyen köntösben felújítva tudja szolgálni a fiatalokat. A Bácskosútfalvi Szloboda labdarúgó klub jövőre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A klubnak jelenleg több mint 30 gyerek tagja. Ennek a közösségnek múltja van, és amely közösségnek múltja van, amit már egyszer megvalósított az elmúlt 100 évben, az ezek szerint az időknek a során ez bebizonyosodik, hogy újra lehet olyan erős közösséget alkotni, újra erős közösséget teremteni, ami eleve a labdarúgáson, a sporton keresztül erősebbé és még dinamikusabbá teszi a kapcsolatot az anyaországgal. Az épületen végzett felújítási munkálatok értéke mintegy 10 millió dinár, amelyet a topolyai TSC labdarúgóklub biztosított a magyar kormány támogatásából. Emellett Bácskosútfalva helyi közössége is részt vállalt a projektum finanszírozásában mintegy 700 000 dinárral.